A csodálatos Bogányi Gergely zongorán játszva vatta fel Boros Misi a róla elnevezett zeneligetet az Ormánsági Tésenfán. A 10 évvel ezelőtti Virtuózok tehetségkutató verseny első évadának győztese volt Misi, aki a szombati nagy esemény előtt adott interjút a Pannon televízió stábjának. Fantasztikus élmény számomra, hogy 10 évvel a Virtuózok műsorban való szereplésem után megnyitjuk a Boros Misi zeneligetet. Valóban a Bőköz Fesztivál keretében, ugye Pécs mellett járunk, ami az én szülővárosom, és én a legelső alkalommal is föléptem rajta itt Tésenfán, a templomban, 2015, ha jól emlékszem, tehát nem most volt. És most 9 év elteltével ismét itt lenni, átadva ezt a csodálatos helyszínt, ez egy felemelő élmény, főleg, hogy közel 500 hangversenyt adhattam az elmúlt évtizedben, számos kontinensen, több mint 30 országban, de itt Pécs környékén játszani azért a szívem közepén foglalja el ezt a helyet. Ez a helyszín is, ahogy említettem, Tésenfalv, beszéltünk Mária Gyűdről, vagy éppen Pécsről. A most 21 éves fiatal, rendkívül tehetséges zongoraművész végtelenül hálás a fesztivál igazgató Pataki András ezen ötletéért, hogy mostantól az ő nevét viseli e különleges helyszínen kialakított zeneliget. Ez elképesztően megtisztelő az én számomra, hogy a nevemet viselheti. Pataki András fesztivál fő igazgatója mondta, hogy általában olyanokra neveznek el, akik eltávoztak közülünk, és most olyanról szeretne, aki itt van, és részese tud lenni a fesztiválon a liget működésének. Koncertek, akár kurzusok szervezésében, és természetesen koncertet adva minden évben visszatérő vendégként leszek jelen. Ez fantasztikus érzés, és tényleg ez, hogy 10 év, ez egy kerek évforduló, azt hiszem ennél nem lehetne szebb ünnepünk. Hoppál Péter kormánybiztos elmondta 10 évvel ezelőtt az első Bőköz Fesztiválon éppen Tésenfán zongorázott Boros Misi, az akkor még fel nem újított református templomban. Az avató ünnepség alkalmával Bach, Mozart, Chopin műveket játszott, illetve magyar zene Bartóktól is felcsendült Misi zongorajátéka során. A Boros Misi zenelégetet Keresztes Andor Esperes, Mária Gyüri plébános áldotta meg.